A sárga szakállas félmajmok a barnamakik családjába tartoznak, külön alfajt képviselnek. Eredetileg Madagaszkártól 400 kilométerre élnek, Magyarországon pedig csak a nyíregyházi állatparkban láthatják az érdeklődők. A 3 hónapos kölyök Maki 130 napi vemhesség után született. A 3 hónapos sárga szakállas Maki bébi igazi akrobata, jó részt a fák lombkoronája között tartózkodik, és most már fényderült az ivarára is, hiszen eddig az anyja hasán vagy hátán tartózkodott, most azonban már ismerkedik a külvilággal. A fiatal ember most még anyatejjel táplálkozik, jó részt, de nagyon kedvele a lédús takarmányt, kedvence a banán. A kölyköt az állatpark vendégei testközelből is láthatják, hiszen a csapat a Maki erdőben él, ahová a látogatók beléphetnek az állatok közé.